Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jön egy kis Warframe, Rebecca Ford kérem szépen elmagyarázza pontosan, hogy hogyan is fog működni ez a Mod Chance Booster, ugyanis nem csak én hoztam fel azt a kérdést, hogy esetleg haladunk-e olyan irányba a Warframe-mal, ami a több pénzt adjunk ki, hogy gyorsabban fejlődjünk pay-to-win-ság felé című történet. A lényeg, ami lényeg, hogy Rebecca csinált egy Twitter posztot, ahol hosszasan elmagyarázza, hogy hogyan fog működni ez a mod, mod drop chance booster, és milyen változások fognak be Következni ezzel a dologgal kapcsolatban. Szóval, vágjunk is bele, azt hiszem fontos, hogy ezt a videót gyorsan kiadjuk. Először is némiképpen beismertek, hogy egy kicsit rosszul kommunikálták le ezt a dolgot, és csak nagy vonalakban tudták, vagy derül ki a játékosok számára is, hogy hogy fog. Ez működni, hogyha ilyen három részes dologban elmagyarázza, hogy mi lesz, és megpróbálom lefordítani a fontosabb részeit, hogy tisztában legyünk vele, hogy mi, hogyan lesz. Ugye ez a, drop, állítólag ez a Mod Drop Chance Booster már régóta nagyon régóta tervezik, hogy benne legyen a játékban, és állítólag a játékosok maguk is kérték, többen kérték, hogy legyen valami több változatosság abban, hogy, hogy valami más drop chance boosterek is legyenek, és akkor e, ugye így jött a mod a drop chance booster ötlete. E, először lesz bemutatva ugye az Atlas Primal, viszont az még majd elválik, hogy valóban fog-e maradni. Na most ez egy olyan dolog, azt hiszem, hogy kiadták ezeket a nagy vonalakban híreket, megnézték, hogy a közösség hogy reagál rá, nem nagyon reagáltunk rá pozitívan, ezért nagyon sok mindent korrigáltak, de ez csak az én összeesküvés elméletem, lehet, hogy mindig is így tervezték, ahogy itt leírják ebben a posztban, de nekem van egy ilyen érzés, hogy meg akarták nézni, milyen szájízzel fogadjuk ezt, a, ezt az egészet. Szóval... E az első részben valami olyasmit ír, hogy leírja, hogy mi volt az első hiba az, hogy csak ilyen nagy vonalakban hallottunk róla, és hogy már évek óta tervezik ezt. A következő másik dolog, ami számunkra nagyon-nagyon fontos az az, hogy ott is írták, hogy mi volt a hiba, hogy nem tisztázták pontosan, hogy hogyan lesz ez elérhető ingyenesen ez a Matrapsens booster, ugyanis kérem szépen, Elérhető lesz ingyenesen, mégpedig uh, bele fogják uh, rakni, amint kijön az Atlas Prime, bele fogják rakni a szortiba, szóval a szortiban kieshet. Továbbá, baru, uh, három napos változat, természetesen, mert hétnapos napos lesz az, amit access pakkal meg lehet venni. Uh, továbbá, Baruki tír is, amíg tart az Atlas Prime a access pakja, bár őket is fogja hozni ezeket a három napos drop chance boostereket. Na most, a drop chance booster, a mod drop chance booster, az még mindig duplázni fogja az esélyét uh, ugye a, 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 modoknak. Na most ez ha egy ritka modra kerül a sor, azt elmondtam az előző videóban is, ha mondjuk egy ritka modnak 1% az esélye, akkor 2% esélye fog zopni. Ha egy ritkában 20% az esélye, akkor 40% esélye fogsz kapni, ami, ami nem egy rossz dolog szóval ez így uh, fog működni és hál' Istennek tehát hál' Istennek hogy uh, ezt letisztázták itt most rögtön hogy, hogy ingyenesen elérhető is lesz a sorti által és baroketír uh, által amik tart az Atlas Prime Access Pack hogy utána mi lesz vele az még el fog dölni de azt hiszem így már pozitív a fogadtatása lesz a dolognak így valószínűleg uh, maradni fog a harmadik rész, ami, amiről beszélt a drága, vagyis írt, az a, loot, a lootolós frémek, hogy hogy fog működni. Kérem szépen, nem fogják nörfölni őket, hanem visszaviszik őket a még a Jovian Concord update um, előttre, ahogyan működtek, szóval um, a necrosis, a hidroidis... Um, a hullákból fognak tudni farmolni kétszer, hogy úgy mondjam. Tehát a nekrosz is farmol egyszer, és a hidroid is farmolni fog egyszer. Szóval ez, ez megint csak ez egy nagyon-nagyon um, pozitív, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó uh, dolog. Itt is írták a hiba, amit csináltak, az az, hogy itt sem magyarázták el konkrétan, hogy mit akarnak, vagy mit fognak csinálni a lútolós uh, frémekkel, de visszaállítják őket egy régi update-re, amikor nagyon-nagyon ugye jól működtek. Ezek a dolgok is stack-kelődött a lootolás, tehát egy hullából ketten is tudtak lútolni tulajdonképpen. Jó hírek, jó dolog, hogy Rebeka, hogy is mondjam, vette a fáradtságot és egy ilyen hosszabb posztban leírta ezeket a dolgokat, én meg ugye egy gyorsan Hoztunk egy ilyen kis videót, hogy mindenki hogy a magyar közösség is tisztában legyen vele, hogy hoz ez működni. Um, ezek elég pozitív hírek, hogy őszinte legyek, és nagyon meglepődtem a Digital Extreme-nek ezen a uh, ezen a lépésén. Természetesen írták még hátul, hogy az elég nehéz találni egy jó egyensúlyt, a free, és a fizetős, az ingyenes és fizetős uh, tartalommal, de próbálják a legjobbat. Um, ez egy nagyon-nagyon ez jó poszt hogy őszintén nagyon meglepődtem um, ezzel kapcsolatban, és ott hagyom a, a linket ennek a videónak a leírásába, hogyha kíváncsiak vagytok a teljes linkre, de ezek lennének a főbb dolgok, amik azt hiszem minket jobban um, érintenek, srácok. Um, remélem, hogy hozzájárultam a dolgok megértéséhez, és hát számunkra is, azt hiszem számomra is um, ez jó, hogy ez így le lett. Um, Tisztázva így egy kicsit nyugodtabb, hogy legalább sorting keresztül bárokat éren keresztül el lehet érni. Aztán majd látjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a sorsa, hogyha lejár az Atlas Prime Access. Ennyi, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon köszönöm a figyelmet. Uh, ja, iratkozzatok fel, további videókép, csengőjellecskére nyomjatok rá, hogy értesítést kapjatok a videókról. Discord szerverünk bárki számára elérhető. Lehet csatlakozni klamba, lehet csatlakozni link a videó leírásában, ahhoz is, vagy jelöljetek be a játékban. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!